Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2024. május 31-én péntek este 7 órától. Nagyszabású sportfejlesztés indul Kalocsán. Megújul a KFC pálya és megkezdődik az új sportcsarnok tervezése. Testvériskolai kapcsolat alakul az Eperföldi és a Kulai Petőfi Brigád általános iskola között. Június 4-én egy delegáció is érkezik a helyi intézménybe. 48 csapatot mozgatott meg a Sárkányhajó Kupa, 4 kategóriában hirdettek győztest az idén koncertekkel is színesített rendezvényen. Nagyszabású sportfejlesztési program indul városunkban, melynek részleteit sajtótájékoztatón ismertette dr. Félvi Géza polgármester, Kohány Gábor és Hartman János, az Andakalocsai Futballklub és a Kalocsai Kézilabdaklub elnöke május 29-én. A megjelenteket dr. Félvi Géza polgármester köszöntötte a Városházán tartott sajtótájékoztatón, aki köszöntőjében kiemelte, egy élhetőbb település kialakításánál fontos szegmens a sportolási lehetőség biztosítása, valamint a sportlétesítmények fejlesztése. Magyarországon a kormányzat kialakított egy olyan rendszert, hogy egy adó részt, ezt a TAO rendszernek nevezik, ezt az adó részt megnyitja a sportegyesületeknek egy ilyen pályázati lehetőségként, hogy az általuk használt sportlétesítménynél infrastruktúrális fejlesztést végezzenek el. Ez azt gondolom, hogy nagyon jól működött már a korábbi években is itt Kalocsán, de most az idei évben is a két sportegyesülettel, a Kalocsai Futballklubbal és a Kalocsai Kézilabdaklubbal nagyon jól együttműködve, eredményesen tudjuk ezt a kalocsai sportolók és a kalocsai lakosság javára fordítani. A polgármester rámutatott, a gyermekek sportos életre való nevelésében, az utánpótlás nevelésben fontos szerepet játszik, ha a helyi felnőtt sportágak sikeresek és jó klub élet alakul ki. A Kalocsai Futballklub elnökével, Kohány Gáborral ugye az idei év januárjában folytattunk egy egyeztetést a Vármegyei Labdarúgó Szövetség vezetőjével, Losonci Lászlóval, aki itt járt Kalocsán, és akkor pontosítottuk, hogy a városi sporttelepen ebből a TAO támogatásból milyen fejlesztést tudnánk megvalósítani. Támogatólag nyilatkozott már akkor is elnök úr, és örülök neki, hogy ez realitássá is vált, és meg lehet valósítani ezt a fejlesztést itt a városi sporttelepen. A polgármester felidézte, Hartman Jánossal múlt év novemberében jártak a Magyar Kézilabda Szövetségnél Budapesten, ahol az országos vezetéssel egyeztettek. Ott amellett, hogy nagyon elismerően nyilatkoztak a kalocsai kézilabdáról, ígéretet kaptak arra, hogy az országos sportcsarnok építési programba Kalocsa is bekerülhet. A folytatásban Kohány Gábor osztotta meg a legfontosabb tudnivalókat a fejlesztés kapcsán. Örömmel szeretném bejelenteni, hogy az MLS jóváhagyott egy olyan projektünket, ami már régóta ráfért a Molnár Ferenc Sport és Szabad Időközpontra. Nyilván egy hosszas háttérmunka zajlott eddig, és a múlt hét folyamán realizálódott egy 61,5 millió forintos beruházás. Lényegében múlt héten alá is írtuk a szükséges szerződéseket, a pénz rendelkezésünkre áll, terveink szerint az ősszel szeretnénk elkezdeni a projektet. Mint elhangzott, a központi pálya egy automata öntöző berendezés telepítésével újul meg. A nagy volumenű munka gyomírtózással kezdődik, illetve megújul a pálya körüli közel 400 méter hosszú korlát, ami gondozásmentes szerkezet lesz. A hátsó bejáratnál lévő 250 négyzetméteres parkolót elbontják, a helyén egy új térkövezetet alakítanak ki, továbbá a kispadok mögötti részen egy mobil lelátó kap majd helyet. Azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés a futball életében. Nyilván próbáltuk új alapokra helyezni a labdarúgást. Itt az Anda Present Kft.-nek ezúttal is szeretném megköszönni itt a névadó szponzori támogatását. Azt gondolom, hogy így az önkormányzattal kalöltve nagyon, nagyon nagy erő a Kalocsai Futballklub mögött. Nyilván ezt szeretnénk is kihasználni, minél jobb eredményeket szeretnénk elérni. Hangsúlyozom, hogy törekszünk arra, hogy a helyi fiatalokat szeretnénk beépíteni a csapatba, és most is azt mondhatom, hogy lényegében nincs idegen légiósunk, mert a csapatot kalocsai és kalocsa környéki srácok alkotják. Azt gondolom, hogy ez hosszú távon egy járható út. Próbálunk az utánpótlásunkra
alapozni. Mint Kohány Gábor megosztotta, tervei közt szerepel egy új műfüves pálya kialakítása. Ezzel kapcsolatban azt az ígéretet kapták, hogy amint erre lehetőség lesz, a klub ezen kérését is teljesítik. A Kalocsai Kézilabda Klub mióta a társasági adó által nyújtott látványcsapatsport támogatási rendszer létezik, gyakorlatilag 13 éve, folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, hogy milyen infrastruktúrális beruházásokat tud a várossal karöltve megvalósítani. Ez nem történt másként az elmúlt két évben sem, és talán ha szabad így mondanom, akkor a nulladik lépésünkön túl vagyunk, hiszen megálmodtunk egy teljesen új sportcsarnokot, és ennek a tervezési munkálataihoz az idei évben benyújtottuk a pályázatot, ahogy polgármester úr is elmondta, ugye itt ez egy tényleg egy másfél-két éves munka és egyeztetés, és ugye novemberben, amikor fönt voltunk polgármester úrral, a Magyar Kézzel Szövetség TAO igazgatójánál, Bardóczi Gábornál, akkor gyakorlatilag megkaptuk a zöld lámpát arra, hogy egyáltalán pályázzunk. Mint Hartman János aláhúzta, ez még a nulladik lépés, amelyet követően egy átgondolt tervezési folyamat kezdődik. A Kézlabda Klubba, hogy a korábbi beruházásainál is mindig is kiemelten vette figyelembe nem csak a versenysportot, hanem a tömeg szabadidősportot is, ezt most is szem előtt szeretnénk tartani, illetve ami a legfontosabb, hogy az ökológiai lábnyomunkat szeretnénk a lehető legkisebbre csökkenteni ebben a csarnoképítésben is. Mint elhangzott, a tervezésbe be fogják vonni azokat a társadalmi és civil szervezeteket, amelyek bármilyen hasznos javaslatot tudnak tenni. A sajtótájékoztatón Hartman János megosztotta, a csarnoképítést két ütemben szeretnék megvalósítani. Mint emlékezetes, a Városi Képviselőtestület az új sportcsarnok építésére irányuló pályázat benyújtását támogatta, az ahhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadta. A létesítmény helyének a jelenlegi városi sportcsarnok mögötti területet jelölték ki. A komplexum a Kossuth-Lajos utcával párhuzamosan kerülhet kialakításra. Simon Zoltán Kalocsa alpolgármestere nemrégiben testvérvárosunkba, a vajdasági Kulába látogatott. Utazásának fő célja volt, hogy a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola és a Kulai Petőfi Brigád Általános Iskola testvériskolai kapcsolatfelvételét előkészítse. Június 4-én pedig már Kalocsára érkezik a Kulai Iskola pedagógus delegációja, és megkezdődik a konkrét együttműködés. Gyerekzsivajtól hangos a testnevelés tagozatos iskola udvara. Az árnyas fák alatt játszanak a kalocsai diákok, és nem sokára már a kulai iskolásokkal együtt rúgják a bőrt. Nagyon fontosnak tartom, hogy Kalocsa és a testvérvárosaink között minél tartalmasabb és minél jobb legyen a kapcsolat. Különösen Kulával rendkívül intenzíven fejlődnek a kapcsolatok. Kulturális sport, ünnepségek és kiállítások, tehát nagyon sokrétű ez a kapcsolat. De én úgy gondoltam, hogy akkor igazi a kapcsolat, ha a felnövekvő nemzedékeket is bevonjuk, nevezetesen a iskolásokat, a tanulókat. Ezért az én kezdeményezésemre elindult egy folyamat. Másfél héttel ezelőtt Kulán voltam, a városvezetőivel tárgyaltam, és a Kulai Petőfi Brigád általános iskola igazgatójával. Igazgató úr rendkívül örömmel fogadta. A Kulai általános iskolában nem csak magyar nyelvű diákok járnak. Úgy a diákok, mint a pedagógusok egy része magyar, egy része pedig szerb, ami én szerintem még jó is, hiszen ezzel még jobban tudjuk kapcsolni az együttműködést, és én kifejezetten kértem, hogy a kapcsolat folyamán szerb pedagógusok és szerb gyerekek is látogassanak Kalocsára, hiszen ez még szorosabbá és még tartalmasabbá teszi a két iskola közötti kapcsolatot. Természetesen a Bajai Tankerületi Központtal, ami a Eperföldi Általános Iskola fenntartója és működtetője, előzetesen én egyeztettem, és nagyon köszönöm Sárosi Magdolna tankerületi igazgató asszonynak, hogy teljes mértékben támogatta, egyetértett és örült annak, hogy egy kalocsai iskolának a tevékenysége, a működési köre kicsit kitágul, kiszélesedik. Tervek szerint június 4-én egy iskolai delegáció is érkezik a helyi intézménybe. Ennek rendkívül sok pozitív múlva van, mert ugye nem csak szakmai együttműködés jöhet létre ezáltal, hanem ugye a gyerekek is
kicsit kitekinthetnek Magyarország határain kívülre, hogy az ottani magyarok, illetve az ottani gyerekek hogy élnek. Itt nem feltétlen a magyarságra kell gondolni, hanem ahogy a polgármester úr mondta, a szerb gyerekeket és szerb kollégákat is várunk. Tehát nyilvánvaló, hogy ez szélesíti majd a látókörüket, új tapasztalatokat szereznek. Tehát itt nem csak a szakmaiságról van szó, hanem egy szoros együttműködésről is. Reményeink szerint ugye itt mivel az iskolának a sport az elsődleges profilja, ezért bízunk benne, hogy közös versenyeket is tudunk szervezni, illetve olyan közös programokat, ami mind a mi gyerekeink, illetve mind a kúlai gyerekek javát szolgálja. Május utolsó hétvégén ismét benépesült a Vajas csatorna partjának belvárosi szakasza, ahol már a csütörtöki főpróbán és edzésnapon is sárkányhajók korbácsolták a két híd között a Vajas csatorna vizét. Pénteken aztán 40 diákcsapat, szombaton pedig 8 felnőtt legénység versengett egymással az idei kupákért. Húzni? Akkor én úgy mondom, hogy... A Sárkányhajó Kupa első pénteki napján 6 oktatási intézmény fiataljai, összesen 40 csapat szelte a Vajas vizét. Úgy zajlott a versenyünk, hogy pénteken az általános iskolás futamokkal kezdtük, és ott volt 2 alapszakasz, ahol az idő számított legfőképp, majd jöttek a 8-ad, negyed döntők, ott már ugye egyenes kiesési szakasz volt, de szükség esetén volt vigaszágunk is, az alapszakasz legrosszabbul, vagy legjobban futott ideje tovább jutott az elődöntőkbe, és utána meg szokásosan elődöntő volt, akkor az elődöntő nyertesei jutottak az aranymérkőzésre, a vesztesek a bronzmérkőzésre, majd ezt ugyanígy csináltuk a középiskolánál is. Az 5.-6. osztályosok mezőnyében az aranymeccset a hétszűnyű Kapanyányi Monyók nyerte, míg második helyen a Kájne Pálnik hajóegysége végzett. A 7.-8. osztályosok 18 csapata közül az első helyért az Ulmer Schachter és az Őrült Mókusok szálltak vízre, akik közül az előbbiek diadalmaskodtak. Ebéd után a középiskolás csapatok léptek színre. Itt 12 gárda vetélkedett egymással, a döntőben a PKK és a Gyerekzsúr gárdái harcoltak egymással, és végül a PKK húzta jobban. A nap végén extra programmal este 9-től 3 neves előadó fellépésével kedveskedtek a szervezők a fiataloknak, akik egészen éjfélig önfelettől szórakozhattak a Csillás Parkban felállított partisátorban. Törekedtünk arra így a Sárkányhajónál, hogy minél színvonalasabb programot tudjunk idehozni Kalocsára. Ezáltal elhívtuk Roberto Rioszt, Mihály Filucát és Jaminát. Szerintem nagyon színvonalas előadással készültek nekünk, és nagyon élvezte a közönség is őket. Szombaton a felnőttek 8 csapatos vetélkedésével folytatódott a kupa. A bronzmeccset a Kiskunvíz kalocsai óvónők párosítás csapatai vívták, ahol az érem a Kiskunvíz csapatának nyakába került, míg az aranymeccsen a Subridom Projekt X csapatai küzdöttek egymással, ahol az aranyat a Subridom gárdája vihette haza, az ezüstöt a Projekt X érdemelte ki. A több száz versenyzőt és nézőt megmozgató programot hagyományosan a Kalocsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat szervezi, azonban a márciusban megválasztott új összetételű diák önkormányzatnak ez volt az első nagy rendezvénye. Ahhoz képest, hogy most dolgoztunk először az új ifjúsági referensünkkel és az újonnan megválasztott képviselőkkel, szerintem egy nagyon színvonalas versenyt sikerült a fiatalok elé raknunk. Nyilván minden évben vannak bakik, idén is történtek, hogy rájöttünk, hogy valamit rosszul csináltunk, de ezért van mellettünk felnőtt, és ezért támogatnak minket a régiek is, hogy együtt így gyorsan orvosolni tudjunk problémákat, és azt gondolom, hogy mind a ketten bebizonyítottuk, hogy a probléma megoldó képességünk az nagyon jó. A jövőre nézve is már vannak terveink, hogy miket szeretnénk esetleg máshogy csinálni. Elsősorban a nevezést szeretnénk hamarabb kitenni, mert itt a jelentkezésnél világossá vált számunkra, hogy a felnőtt csapatoknak valószínűleg nem volt elég idejük összeszerveződni, és nyilván azt szeretnénk, hogy ők is minél többen legyenek, hiszen a szombati nap az nekik van. A rendezvény szemmel láthatóan idén is nagyszerű közösségépítő lehetőség volt. Hagyományait jövőre is legalább ezen a színvonalon szeretnék ápolni a fiatalok. Subridom!
Gyermekprogramok, könyvbemutató és egyebek mellett bábelőadás várja hétfőtől szombatig több helyszínen a kalocsai ünnepi könyvhét látogatóit. A programsorozat 11. alkalommal kerül megrendezésre a Tomori Pálvárosi Könyvtár szervezésében június 3-a és 8-a között. Igazi kultúrváros vagyunk, hiszen ebben a csodálatos nyár eleji időszakban egymás után zajlanak Kalocsán a jobbnál jobb kulturális programok. Épp hogy véget ért a nagyszerű Pünkösdi Népművészeti Fesztivál, június 3-ával már kezdődik is a kalocsai ünnepi könyvhét. Az idei évben is megrendezésre kerül a könyvtáros szakma egyik legnagyobb ünnepe, a kalocsai ünnepi könyvhetünk. Az idei évben június 3-a és 8-a között kerül megrendezésre. Az egyhetes programsorozat alkalmával törekedtünk arra, hogy minden korosztály találjon magának kikapcsolódást, a szórakozásra értékes kulturális programot. Mindahogy már megszokhatták, a hétfői napon kint a Sétáló utcában várjuk a közönségünket. Ezek főleg gyerekprogramok lesznek. Hétfőn egy kis színpad lesz felállítva a színház előtti téren, a Sétáló utca részen, és ide egész nap várjuk a gyerekeket különböző gyermekprogramokkal. Kettő bábszínházi előadás lesz, Pécsről érkezik hozzánk a Grimas Színház, Komor László bábművésszel, de lesz interaktív mesejáték, és ellátogat hozzánk a Lóca Együttes is. A nyitónap Sétáló utcai programjai a könyvhét által meghirdetett Legyél te is mesehős című rajzpályázat eredményhirdetésével zárul. A kamarateremben pedig a Dogville című színdarab lesz látható. A hét többi napjára is készülünk programokkal, így csütörtöki napon a Hazanézőbe című sorozatunk fog folytatódni, amelynek vendége Dargai Marcell, Artisius díjas magyar zeneszerző zongorista lesz. Pénteki napon érkezik hozzánk a Kalocsai Földön Futók és a könyvtár közös programjára Bóbis Attila alezredes, a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetője, ahol a közlekedés és a sport kerül górcső alá az előadásában. A Kalocsai ünnepi könyvhét szombaton egy igen különleges könyvbemutatóval zárul. Szombati nap igen tartalmas lesz szintén, délelőtt és délután is készülünk programmal. Délelőtt, egy mese délelőttre várjuk a gyerekeket, amelyen kinyílik a varázsláda egy mese keretein belül, és természetesen lesz még sok játék és kézműves foglalkozás is. Délután pedig 3 órától a kamaraterembe, ott a Kalocsai Kincsesláda fog kinyílni, ahol Tamás László könyvének bemutatójára kerül sor. Én úgy gondolom, hogy évről évre igen népszerű ez a programunk. Kint a Sétáló utcában már most több száz gyerek jelentkezett a különböző gyermekprogramunkra. Erre mi nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy ilyenkor meg tudjuk mutatni, hogy mekkora érdeklődés van ezekre a programokra. Én úgy gondolom, hogy ez az ünnepi könyvhét is jó alkalom arra, hogy fölhívjuk egy kicsit a figyelmet a könyvekre, a tartalmas kulturális programokra. A programok egész héten ingyenesen látogathatók. Palacsinta evés és az Aranyszőrű Bárány című mesejáték várta a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény óvodásait a gyermeknapon, amelyen nem maradhatott el a népszerű arcfestés és az ugrálóvár sem, és befejezésül újdonságként pizsamapartit tartottak a kicsik számára. Ez a nap csupa szórakozás és vidámság volt az óvodában, míg a kicsik izgatottan várták a tornateremben a mesejátékot, addig a szülők a konyhában sürögtek-forogtak. Egymás után készültek a finomabbnál finomabb palacsinták. Volt kakaós, mogyorókrémes, fahéjas és lekváros is, több száz darab. Ezen a gyereknapon minden évben mesejátékkal kedveskedünk a gyerekeknek, ami nagyon-nagyon régi hagyomány, hogy palacsinta lesz ma a 10 órai, ez nagy kedvenc a gyerekek számára. A palacsinta evés után már teli hassal a gyerekek elfoglalták a helyeiket a tornateremben, ahol az óvónők jelmezbe bújva mutatták be az Aranyszőrű Bárány című mesejátékot. Már úgy hiányoznak, de hát majd, ha letelik az esztendő, akkor a gazdától biztosan az Aranyszőrű Bárány kérem fizetségül. Na gyere, induljunk haza, mert lassan közeledik az este. Az óvónénik minden évben készülnek egy kis mesejátékkal, és ilyenkor összedugjuk előre a fejünket, hogy sok mese van a tarsolyunkban, hogy melyiket válasszuk, melyik legyen az, amelyikkel megörvendeztethetjük mind a 3 korosztályunkat.
készülnek a jelmezek, a díszletek, mi is nagyon várjuk ezt a napot. Kacagástól volt hangos a torna terem, a gyerekeknek nagyon tetszett az ismert mese. A délután fogja színesíteni a nagycsoportosokkal, ma a Pizsi parti lesz az óvodában, úgyhogy ez lesz a gyereknapnak a csúcsa tulajdonképpen, de nyilván ez csak a nagycsoportosokat érinti. A délelőtt folyamán arcfestés és légvár is várta a vidám gyereksereget a gyereknapon. Vidám kacajok és önfelett játékok töltötték meg a Petőfi Sándor utcai székhely óvodát a május 24-én megtartott gyermeknapon, ahol a legkisebbek változatos programokkal ünnepelhették saját napjukat. Május 24-én pénteken a Petőfi Sándor utcai lurkópalotában is megtartották az év egyik legkedvesebb ünnepét, a gyermeknapot. A programokat az időjáráshoz alkalmazkodva az eredetileg tervezett udvari helyszín helyett az intézmény falain belül tartották, de mint az felvételeinken is látszik, ez egyáltalán nem csorbította az aznapi élményeket. A programokon látott és hallott sok-sok boldog kacaj egyértelműen bizonyította, hogy sikerült örömet, felejthetetlen emlékeket szerezni a kicsiknek. Minden csoportban volt egy-egy közös játéktevékenység, és forgószínpadszerűen át lehetett menni a másik csoportba, és kipróbálni ott azokat a játékokat, amiket elevekintre terveztünk az udvarra. Voltak közte ügyességi játékok, labdás, ejtőernyős játék, zsákbafutás, kanállal tojást adtak át a gyerekek egymásnak, karikás játékok voltak, aztán akadálypályán vehettek, bújhatták át a gyerekek, és utána a tornaterembe az óvónénik adták elő a Három Sejplány című mesét, illetve majd a Country Road zenekar fog nekünk egy kis mulatozást és jó hangot csinál, vagy kerekíteni a mai napra. A gyerekek reggel, amikor megérkeztek, minden csoportban kaptak egy-egy csillámtetkot, melyet az óvónénik készítettek el, és a nap lezárásaként egy közös fagyizással fogjuk zárni a mai gyereknapot. Így mókáztak a Country Road muzsikájára a gyerekek. A közös zenés mulatozást egyébként minden kalocsai óvodában fontosnak tartották beemelni a gyermeknapi programok közé. Nem csoda, a zene varázslatos módon képez hidat a felnőttek és a gyerekek között. Az óvónők aktív részvételükkel, szeretetteljes odafigyelésükkel itt is megmutatták, hogyan lehet egy egyszerű napot maradandó élményé tenni és örömet csempészni a gyerekek szívébe. Május 27-én hétfőn tartották meg a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolában a Klotild napot, amikor a gyerekek titkos kívánságai valóra válnak. 2016 óta szervezik meg a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolában a Klotild napot, amikor is a kívánságok valóra válnak, amelyhez mindössze egy levelet kell írniuk a diákoknak, melyben megfogalmazzák azokat a kívánságaikat, melyek emberi jó szándékkal, szeretettel megvalósíthatók. Az első évben kevés kívánság érkezett, aztán ahogy a gyerekek rákaptak ennek az ízére, hogy egyre több, volt olyan esztendő, amikor 150 levelet is végig kellett olvasni. Ugye ezeket osztályozni kell az szerint, hogy valóra lehet váltani, mert érkezik azért olyan kívánság is, vagy sajnos nem. Az idén is volt olyan kívánság, ami azért kifogott Klotild tündéren, tehát például Szoboszlai Dominiktól egy aláírt meszterezni az elég nehéz, vagy hogy egy válogatott kézilabdás lány jöjjön és tartson tesi órát, az is. Nagy izgalommal vágtak neki a Klotild napi kalandnak a kertvárosi iskola fiatal felfedezői, akik az iskola padlását szerették volna bejárni. De emellett több más színes program, kívánság is megvalósult. Többek között a kis kedvencek is egy napra iskolássá váltak, illetve palacsintával és gofrival is kedveskedtek a gyerekeknek. Ami még nagyon érdekes, hogy a felső tagozatosok általában azt szokták kérni, hogy ment aludhassanak az iskolában. Akkor az osztályfőnökök szerveznek egy olyan napot, hogy vagy a tornacsarnokban, vagy a tornateremben, vagy a saját osztályukban aludhassanak a gyerekek, és ez nagyon érdekes, hogy olyankor nincs itt 500 gyerek, hanem csak az az adott osztály. Filmet néznek, moziznak, popcorn előkerül, de volt már olyan osztály, a mostani 8. C-sek, akik harmadik évben ezt kérik zsinórba, és ők például hajnalig kosaraznak itt az osztályfőnök legnagyobb örömére. Mint Tóth Bernadettől megtudtuk, az év vége is tartalmasnak ígérkezik a kertvárosi iskolában, amely az osztálykirándulások erdei iskolák időszaka. Illetve ami még egy nagyobb volumenű
program nálunk, az a Diák Önkormányzatos Nap, ami majd júniusban lesz, ahol az alsó tagozatosok itt az iskolában, a felső tagozatosok pedig a városi sporttelepen töltenek el egy kellemes napot. 1980 óta ünneplik a hajósiborokat. A május utolsó hétvégéjén tartott Orbán napi borünnep a hagyományoknak megfelelően a borlovagrendek felvonulásának, borlovagok avatásának, a helyi borok versenyének, koncerteknek, gyermekprogramoknak és természetesen az együtt töltött kellemes kikapcsolódásnak adott alkalmat. A következőkben a Bács-Kiskun Televízió összeállítását tekinthetik meg a borünnepről. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. You've been waiting. This is your moment. Ez a 42. Orbán nap, hiszen 1980-ban volt az első Orbán nap, csak ugye a Covid járvány közbeszólt és 2 évet ki kellett hagynunk, ezért van most csak a 42. 1980-ra, hogyha a kezdetekre gondolunk, akkor azt hiszem, hogy egy pillanatra, egy gondolat erejéig meg kell állnunk, és most egy gondolattal hajtsunk fejet Alföldi Berci bácsi előtt, hiszen ez az első olyan Orbán nap, amikor ő személyesen nem lehet jelen, és nincs itt már közöttünk, de 1980-ban az ő ötlete alapján indult el ez a rendezvény. Ő mindig elmondta, hogy ő neki az volt a fontos, hogy ezen a napon jöjjenek össze a barátok, a családok, iszogassák a jó hajósi bort, és töltsék együtt ezt a napot. Hát természetesen mi késői és méltatlan utódok már ezt sokkal bonyolultabban csináljuk, hiszen a körülöttünk lévő világ is megváltozott és elüzletiesedett. De én azt hiszem, hogy azon túl, hogy vásárolunk, nézelődünk, eszünk, iszunk és szórakozunk, azért mégiscsak az lesz az igazán fontos, hogy együtt vagyunk. Együtt vannak a barátok, együtt vannak a családtagok, kicsik és nagyok. És valóban igaz, Ez kell, hogy legyen mindannyiunk számára a legfontosabb. Just to win, it's where your life begins. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb kedden jelentkezünk. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!